A Biztonság Hete programsorozat nyíregyházi rendezvényéhez csatlakozott a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság, a Bűnmegelőzési Szolgálat, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Polgárőrség is. A szeptember 22-ig tartó figyelemfelhívó program elsősorban a 9-14 éves korosztályt célozza. Fő célunk az, hogy bár nem csak a mai napon, egész héten vagy egész évben ne történjen halálos kimenetű baleset, azonban ezen a napon ez különösen fontos számunkra. Ahhoz, hogy ez így történjen, megpróbálunk mi is tenni, bár az, amit mi teszünk, inkább majd a jövő generációjánál fogja a pozitív hatását megmutatni, hiszen általános iskolásokat, óvodásokat, középiskolásokat várunk erre a rendezvényre. Az egyhetes programsorozathoz idén is csatlakozott a katasztrófavédelem. A szervezet az ország 25 helyszínére települ ki sátrakkal, bemutatókkal és a Tűzmegelőzési Bizottság figyelemfelhívó anyagaival. Alapfeladatunk az, hogy a tűzmegelőzés terén megtegyük azokat a lépéseket, amelyel minél kevesebb tűzeset fog bekövetkezni, illetve a tűzesemények során minél kevesebb személy sérüljön meg, az anyagi kár minimalizálódjon, illetve lehetőleg senki ne halljon meg tűzesetek során. A katasztrófavédelem a Biztonság Hete keretében indította el a Ne gyújtsa, gyűjtse elnevezésű közös kampányát a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT-vel. Az élet védelméért és a környezet biztonságáért szervezett kampányra azért van szükség, mert a háztartási hulladék kezelésének problémái és az emberéleteket követelő szénmonoxid mérgezések és a lakástüzek az eddigieknél is erőteljesebb fellépést sürgetnek. A szakemberek célja, hogy arra ösztönözzék az embereket, ahelyett, hogy mindenféle hulladékot elégetnek, gyűjtsék azokat szelektíven. A nyíregyházi belvárosi rendezvényen ügyességi versenyekkel és erőpróbákkal, szimulációs eszközök, tájékoztatófilmek, játékos vetélkedők sorával találkozhattak a fiatalok azért, hogy az év többi részében se felejtsék el, saját biztonságukért ők maguk is felelősek.